estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Selvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának július 9. kiadását látják. Az elmúlt napok legfontosabb helyi történéseiről készített képes tudósításaink mellett programajánlókkal és helyi vonatkozású sporthírekkel jelentkezünk. Nézzük képes tartalomjegyzékünket! A fiatal építész hallgatók városunk több helyszínét tanulmányozták azzal a céllal, hogy konkrét fejlesztési terveket készítsenek. A Vas megyei rendőrfőkapitányság és a Sárvári fürdő közös nyári bűnmegelőzési akcióra készül. Az Élet kenyere című musical fülbemászó dallamai csendültek fel a Sárvári oratórikus kórus előadásában. Igazi teátrális csemegével folytatódott múlt vasárnap este a nyári szabadtéri színház szezon. A szakértői zsűri után a közönség is szavazhatott a Nádasdy Történelmi Fesztivál legjobb oraira. A Nádasdy Múzeum immár negyedik éve meghosszabbítja a nyár két legforróbb hónapjában nyitvatartását. Sárváron is áthatad a Tour de Hongrie kerékpárverseny több mint 100 fős mezőnye. A fiatalon elhunyt sárvári kosárlabdázó Süttő Gergely emlékére rendeztek kosárlabdatornát. Az egészséges életmódot népszerűsítő programot szervezett a Híd a Jövőnkért Egyesület. Sárváron tartották a 49. Szavária Urbanisztikai Nyári Egyetemhez kapcsolódó 6. tervezőtábort. A fiatal építész hallgatók július első napjaiban városunk több helyszínét tanulmányozták azzal a céllal, hogy konkrét fejlesztési terveket készítsenek. Kondora István polgármester a Városházán fogadta a tervezőket és mutatta be a várost a minden évben egy-egy aktuális témát feldolgozó résztvevőknek. A tervezőtábor július 1 és 3 között került megrendezésre városunkban. Idén a nyári egyetem címe Kitervezi a várost. A kérdésre politikusok, polgármesterek, szakmabeliek, civilek, egyházi meghívottak válaszolnak, előadások, moderált beszélgetések, tanulmányi séták, filmvetítés és sörözés keretei között. A város, egyáltalán a települések tervezése, fejlesztése évezredek óta izgalmas kérdése a társadalomnak. Tulajdonképpen a város polgárai büszkén mondhatják, a város mi vagyunk. Ennek a sok szereplős, több tudományt és praxist igénylő tevékenységnek alapvető kérdése, hogy az ágensek közül kivigye a prímet, illetve hogy miként lehet harmóniára jutni, minden szempontot megfelelően mérlegelni és jó, kiegyensúlyozott döntéseket hozni. Az idegen szemével azok a fiatal építészmérnök hallgatók, vagy városépítő mérnök hallgatók néhány feladatot kaptak, például a Malom épületének végiggondolását, alkotmányúti parkolási lehetőségeknek a megtervezését, valamint a vasútállomástól a fürdőig egy kerékpárút hálózatnak a kialakítását bízzuk rájuk, és most ugye helyszíni szemle van, terepfelmérés, és egy néhány hónapon belül majd a ötleteiket el fogják nekünk juttatni. Én azt gondolom, hogy nem csak mi tanulunk ebből majd, hanem ők maguk is, sőt az egész építész szakma már a 3 napos sárvári tartózkodás követően az Urbanisztikai Nyári Egyetemen, ők is végighallgatják az egyetemnek a tananyagát, ahol egyébként engemet is fölkértek előadónak, hogy a sárvári városfejlesztés eddigi eredményeit, tapasztalatait, illetve a jövő terveit mutassam be, ami szintén azért érdekes, mert egy kicsit ütköztetni lehet a szakmával azokat a gondolatokat, amelyeket mi fogalmazunk meg, vagy akár mi fogalmaztunk meg, és már valóságá váltak itt Sárváron. Az elkészült terveknek esélye lesz a megvalósulásra, hisz a létező problémák megoldására keresnek megoldásokat. A Malom utca névadójának, egy valamikori Malom épületének az újragondolása, az Alkotmány utcai paneltömb és a mögötte elterülő zöld terület városépítészeti, tájépítészeti újragondolása és a városi mobilitás javítása a kerékpáros közlekedési lehetőségek és feltételek újragondolásával a vasútállomás és a fürdő között
mind olyan projekt, amelyekhez pályázati lehetőségek is csatlakoznak. Néhány ötletet bizonyosan meg fogunk tudni valósítani, ha nem is teljesen abban a formában, ahogy a fiatalok ezt kitalálják, de azért választottuk ezeket a kérdéseket, mert ezeken a kérdéseken mi is dolgozunk, sőt, hát topos pályázatnak az alapanyagai ezek a kérdések, tehát szerintem valahol a kettő együtt találkozni fog. A három napban elismert mérnökök vezetésével folyt a munka, a csoportvezetőkkel Körmendi Imre építész, egyetemi oktató, Gálcsi József építész, Radics Miklós közlekedésmérnök és a városi főépítésszel, városvezetőkkel, a résztvevők a helyszínen dolgozhatták ki a feladataikat. Körmendi Imre a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökeként fontosnak tartja a leendő tervezők terepgyakorlatát. A diákok, akik egész évben ilyesmiket tanulnak, településmérnökök, tájépítészek, építészek, közlekedéstervezők jönnek el ezekre a táborokra, ismerkednek a magyar valósággal, a vidékkel, azoknak a problémáival. Ez a három nap arra szolgál, hogy itt megismerjék a helyszínt, fényképeket készítsenek, rajzokat készítsenek, fölkészüljenek a feladatra, helyieket kérdezzenek arról, hogy tulajdonképpen mi is az, ami igazándiból, amire szükség van itt a településen, és aztán egyrészt a nyári egyetem ideje alatt kezdenek el gondolkodni, dolgozni rajta, és aztán ősszel adják be, kerül konzultációt biztosítunk számukra, és valamikor októberben átadnánk szeretettel a városnak ezeket az ötleteket, hát ha hasznosulhat valami. Sármár kisvárosi adottságai és település szerkezete alkalmas az alkotó fantázia beindítására. Az első benyomások azok nagyon jók, tehát az, hogy például a vasútállomás előtti térburkolat megújult, tehát egy nagyon szépen fogadott bennünket, hogy fasorosak az utcák, amivel eljutottunk a szállásunkra, a kerthelyiség, ahol megebédeltünk, ott az nagyon barátságos, otthonos volt, és hát itt ez a Nádasdy kastély környéke, a vár környéke, ez az egyemeletes, zárt sorú beépítésű, egy klasszikus magyar város és európai városnak is mondhatnám, ez mindenkinek ezt az emberi léptéket, ezt az élhető, jól élhetőséget, ezt sugallja, és ezt a történelmi levegőt is, ami azt mondja, hogy már évszázadok viharait túléltek, kiállta azt a próbát, tehát emögött van egy erő. A mérnök hallgatók elkészült terveivel az év végén ismerkedhetünk majd meg. A Vas megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a Sárvári Gyógy és Wellness fürdő vezetőivel együtt nagy hangsúlyt fektetnek a prevenciós tevékenységre. Ezért kortársegítő diákok bevonásával júliusban és augusztusban egy-egy hét időtartamra a gyógyfürdő területén hasznos tanácsokkal látják el az érdeklődőket. A programot elindító sajtótájékoztatóra kedden került sor. A Sárvári Gyógy és Wellness fürdőre a héten a Vas megyei rendőrfőkapitányság két osztálya, a közlekedésrendészeti és bűnmegelőzési osztályának munkatársai települtek ki, hogy hasznos információkkal lássák el a nyaraló vendégeket. A rendezvénynyitó tájékoztatón elsőként a fürdőügyvezető igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Vancsura Miklós elmondta, hogy már nem első alkalommal van jelen a rendőrség nyári akciójával a fürdő területén. A program hasznosnak bizonyult már a tavalyi esztendőben is, hiszen a városban és a fürdő területén is rengeteg turista van jelen, akiknek biztonságérzetet ad az egyenruhások jelenléte. Minden olyan figyelemfelhívás jó a fürdőnek, hiszen itt nagyon sok ember tartózkodik, ami a személyi és az anyagi biztonságra kényszeríti, készteti az embereket, vagy erre hívja fel a figyelmet. Itt ez most egy kicsit hosszabb idejű, mint a tavalyi évben volt. Számunkra pedig az is lényeges, hogyha itt látják a vendégek, a egyenruhás rendőröket, de azért ad egyfajta fegyelmet úgy mindenki számára. És mi pedig nagyon sokat fordítunk a vendégek biztonságára, ami nem csak a baleset védelemre, hanem az szintén a személy és vagyoni biztonságra vonatkozik. Többek között az elmúlt évben törésbiztossá tettük a szekrényeinknek egy részét, ezt tovább folytatjuk. Utána beszereltünk kamerákat mindenhova, tehát azokban az öltözőkben is van kamera, ahol öltöző szekrényekben kell
a ruhákat betenni, de mindenki az öltözést az öltözőkabinba folytatja le, oda mindenhova tettünk kamerákat. Kint a területen 54 kamera működik, és magukban a pénztárakban is olyan kamerák vannak, ami még azt is felveszi, hogy milyen beszélgetés történik. Általában az szokott előfordulni, hogyha itt véletlenül valami eltolítás történik, akkor itt a kamerák miatt a mi biztonsági szolgálatunk el szokta kapni az elkövetőket. A könnyelmű értéktárgyaikat szem előtt hagyó vendégekre azonban nem lehet felkészülni. A fürdőbe látogatóknak lehetősége van arra, hogy értékeiket a biztonsági szekrénybe, a szépbe helyezzék el. Ezt a szolgáltatást azonban kevesen veszik igénybe. Fekete Géza, a Selveri rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a fürdő tökéletes hely a figyelemfelhívásra, hiszen a fürdőző vendégek sokszor megfeledkeznek az értéktárgyaik biztonságáról. Sárvárnak nagyon sok nagy rendezvénye van, de azt gondolom, hogy főleg így a nyári időszakban legtöbb ember mindig ide a fürdőre koncentrálódik, most is több ezren pihennek itt, és tekintve, hogy a minden egyes értéktárgyát nem tudja elrakni mindenki, illetve egy részére szüksége van. Hát ez egy úgymond terített asztal azok számára, akik ártó szándékkal érkeznének ide. Sok esetben, amellett, hogy a biztonsági szolgálat azért eléggé a helyzet magaslatánál, illetve mi is megteszünk mindent, a legtöbbet saját magukért a fürdőzők, a pihenők tudnak tenni, hogy odafigyelnek, vigyáznak az értékeikre, és elsősorban erre szeretnénk fölhívni ebbe a kétszer egy hétbe a figyelmet. A bűnmegelőzésről Német Andrea rendőr őrnagy, a bűnmegelőzési osztály munkatársa adott tájékoztatást, míg a közlekedés kérdéskörét László Péter rendőr alezredes, a Szombathelyi Főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője adta elő. Az akció több programja a gyerekeknek szólt, akik játékos formában tanultak a közlekedésről, bűnmegelőzésről. A gyerekek a leghálásabb közönség, mint mindig, itt is természetesen. Ha valaki oda néz a sátrakhoz, akkor ez a gyerekek a legaktívabbak. A kollégák igyekeztek egyébként olyan programokkal, olyan feladatokkal készülni, amivel a gyerekeket lehet elsősorban megszólítani, hisz a bűnmegelőzéssel kapcsolatos, meg a közlekedéssel kapcsolatos tudnivalók elsajátítását azt nem lehet időbe kezdeni, tehát valaki minél fiatalabban megszokja bizonyos közlekedési szabályok alkalmazását, vagy bizonyos magatartási formákat, amivel megelőzhetővé válik az áldozattá válás, annál jobb. Úgyhogy célirányosan is készültek a kollégák, hogy ezt a korosztályt szólítsák meg elsősorban. Sárvár és a fürdő is biztonságos, zárta gondolatait Fekete Géza. Nagyon jó az együttműködés a fürdő vezetősége és a sárvári rendőrkapitányság között, így augusztusban még egy hétre kitelepülnek a kékruhások, hogy hasznos tanácsokkal lássák el a nyaralókat. Marty Hagen az Élet kenyere című musicaljének fülbemászó dallamai csendültek fel június 26-án este a Tinódi Gimnázium tornacsarnokában, a Sárvári Oratórikus Kórus előadásában. A nézők az érzelmek széles skáláját élték át, és az előadás végén felállva tapsoltak, ünnepelték a musicalt és azok szereplőit. A Sárvári Oratórikus Kórus előadását ezúttal is nagy érdeklődés kísérte, megtöltötték a nézők a gimnázium tornacsarnokát. Az eredetileg Feast of Life címet viselő darab szövegének magyar változatát dr. Szalai Ferencné, az Oratórikus Kórus karnagya, a musical rendezője készítette, mely Lukács evangéliuma alapján íródott. A 11 tételből álló mű Jézus életét mutatta be. Ennek során láthatták a nézők a megváltó 33 évének legjelentősebb eseményeit. Jézus tanításai, legfontosabb példabeszédei is megszólaltak a zene és a színjátszás nyelvén. Többek között láthatta a publikum az irgalmas szamaritánius és a tékozló fiú történetét. Az egész művet keretbe foglalta a vendégség a lakoma, melynek részese volt maga a közönség is. A darab központi alakja Jézus Krisztus, akit Horváth Róbert, az oratórikus kórus szólóénekese alakított, bársonyos basszus hangjával, átélt színészi alakításával. Fontos szerepet játszottak a gyerekek is, akik dramaturgiailag a bibliai történetek hallgatói voltak. Ők hol angyalnak, pásztornak, báránynak, kismalacnak öltöztek, így voltak az események eljátszói, szereplői is.
A darab különleges értéke a zenei megformáltsága, amely egyedülálló, Magyarországon csak ritkán hallható. Az amerikai Marty Haugen zenéje fiatalos, felcsendül benne gospel, jazz, soul, blues, rock, valamint héber és szláv dallamvilág, sőt eredeti gregorián motívum is. A mű amerikai eredete ellenére igazi sárvárikum lett, mivel minden helyben készült hozzá. A közel 80 énekest, köztük 23 szólóénekest és a 7 tagú zenekart igénylő előadásra gondolatban 3 éve, gyakorlatban pedig fél éve készült az oratórikus kórus és a gyerekkórus. A vasárnapi fellépés az együttes 6. egészestés koncertje volt, melyre minden eddiginél nagyobb erővel készültek. Bár a közönséget az oratórikus kórus hívta meg, azonban az este házigazdája valójában Jézus Krisztus volt. Ez volt a fő gondolata is a magyar nyelvű ősbemutatónak. Áldott, ki vendég az Úr Szent országában, áldott, ki részt vesz a lakomájában. A darabból CD felvételt és kottát is készít az együttes, melyel szeretnék elérni, hogy ez az evangelizációra rendkívül alkalmas darab mások számára is elérhető és előadható legyen. Az oratórikus kórus a legközelebbi hagyományos felépítésű koncertjét 2017. február 12-ére tervezi. Ekkor 80 perc alatt a Föld körül címmel egy zenés, földkörüli utazásra hívják majd az érdeklődőket. A Fehér Imre grafikus által megálmodott képi világú, házilag készült, de mégis igényes díszlettel és jelmezzel előadott darab igazi élményt nyújtott minden korosztály számára. A nézők az érzelmek széles skáláját élték át. Egy-egy jelenettől, daltól könnyekig meghatódtak, és az előadás végén felállva tapsoltak, ünnepelték a musicalt és azok szereplőit. Aki lemaradt az Élet kenyere című musical bemutatójáról, az felvételről megtekintheti a Sárvári Televízióban, illetve a TV weboldalán. Igazi teátrális csemegével folytatódott múlt vasárnap este a nyári szabadtéri színházi szezon. A vár udvarán ez alkalommal a Pápai Telesterion színházi műhely lépett fel a Szélkötő Kalamona feltüzelt verziójával. A Veszprém megyei társulat először fordult meg Sárváron, így illő, hogy többet is tudjunk róluk. Annyit mindenképpen érdemes, hogy tűzszínházi előadásuk a diákstúdiós képzésük egyik legfontosabb állomása, melyet minden évben egy-egy nyári táborban raknak össze, majd járják vele az országot. Egyetemi színpadként indultunk még annó 2003-ban, és néhány olyan kollégámmal, illetve kolléganőmmel, akik lelkesedést éreztek a drámapedagógia, illetve a színház világa felé, kezdtünk el megalapozni egy művészeti iskolás működést, kezdetben Magyar Polánnyal, jelen pillanatban pedig a Pécsi Elk Imre Alapfokú Művészeti Iskolával karöltve képzünk Veszprém megyében mintegy 160 diákot, bővülünk folyamatosan tanárlétszámban és diáklétszámban egyaránt, és a Telesterion Színházi Műhely, mint segítő háttérszervezet mindemellett felnőttekkel is külön, illetve diákokkal is külön hoz létre kamaraszínházi, fizikai színházi, illetve diák- és gyermekszínházi produkciókat. A Szélkötő Kalamona amúgy meseként lehet ismerős a közönség számára. A pápaiak azonban egy kicsit belenyúltak az alapanyagba. Szó szerint feltüzelték azt. De természetesen a I.S. Gyula gyűjtésében megtalálható Szélkötő Kalamona című mese volt az, amely a kiindulási alapot adta, de a társulat saját magára, illetve a roma mitológiára formálta meg azt a verziót, amelyet most a közönség láthat. Mit láthat a közönség, ezt is, hogyha lehet szavakba öntve elmondani?
A Szélkötő Kalamona egy nagyszerű történet egy olyan hősről, és ennyiben akár aktualizálható is az ő útja, amit bejár a mese során. Szóval egy olyan hősről, akiben nem nagyon hisz a közösség, akiben nem nagyon hisz a falu, hiszen eddig csak annyit láttak belőle, mint amennyit mi látunk legtöbbször a fiatalokból, hogy mert ők olyan formabontóak, rendzavaróak, és általában elrontanak mindent, amit mi nagy nehezen fölépítettünk. Tehát őróla is körülbelül ennyit tart a falu, hogy mindent elront, amihez csak hozzáér. És ő ezt megelégeli, és azt mondja, hogy a legfontosabb feladatot hajtja végre, el fogja oldozni azokat a szeleket, amelyek már régóta megkötözve élnek valahol a világban, hiszen Szélkötő Kalamona elvitte azt az élét vagy részét a világnak, amely a szeretetet, a szerelmet, illetve a következő generáció és a benne rejlő lehetőséget hordozza magában. Úgyhogy kicsit szimbolikusan ezt lehetne mondani a történetről, egyébként egy gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt abszolút közérthető nyelven fogalmazott előadásról van szó. Mit tud mindehhez hozzátenni a tűz? Nagyon érdekelt bennünket az, hogy hogyan tudunk tűzzsonglőr eszközökkel dolgozni úgy, hogy azoknak ne pusztán a látvány funkciója maradjon meg, hiszen azért olyan eszközökről van szó, amiknek elsődlegesen ez a legfontosabb szerepe, hanem történetekbe úgy tudjuk beleépíteni őket, hogy annak dramaturgiailag fontos szerepe, tulajdonsága legyen. És így jött az ötlet, ez most már ugye a harmadik előadásunk, hogy dolgozunk úgy ezekkel az eszközökkel, minthogyha mesében megjelenő varázseszközök lennének, vagy adott esetben akár egy teret, egy szimbolikus hátteret fölépítő képi hatás. Az előadás este 8:30-kor szürkületben kezdődött és sötétben ért véget. A bő egy órás darabban mindvégig jelenlévő színpadi elem, a már többször említett tűz a látvány szempontjából adott hozzá sokat az amúgy is színvonalas produkcióhoz. A szakértői zsűri után a közönség is szavazhatott a Nádasdi Történelmi Fesztivál legjobb boraira. A július 2-ai sétáló kurtonon több mint 30 borminta vett részt. A Nádasdi Vár házasságkötő termében a borkóstolás mellett a Sárvári Fotóklub tagjainak bor és szőlő témájú képeivel is megismerkedhettek a jelenlévők. A borokról és a borbírálat mikéntjéről Babzsák László adott tájékoztatót. Szabó Krisztián, a Hagyományőrző Egyesület elnöke arról számolt be, hogy a fesztivál 3 napja mellett számos más felvezető rendezvény is gazdagítja a programot. Ezek sorába tartozik a fesztivál borának kiválasztása is. A borversenyen a legjobb 30 tételt meg tudja a nagy közönség is kóstolni. Erről szól igazából ez a mai nap, és emellett még kérünk egy közönség szavazást is természetesen, hiszen a közönség a mai napon eldöntheti, hogy neki mi az a bor, az a tétel, amelyik a legjobban tetszett. A fesztivál idején is találkozhatnak a legjobb borokkal az érdeklődők. A Nádasdi Borbazár, ami szintén tavaly indult, az idejében ezt ugyanúgy folytatjuk, 7 borászat érkezik. Itt a szervezésben azt gondolom, hogy lesznek előrelépések, kicsit gördülékenyebben fogjuk ezt az üvegporos dolgot bonyolítani, de ezen kívül lesz még 2 vendégborászatunk, az egyik a Bodri Pincészet, a másik pedig a Hold Völgyegerből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nívós, kellően méltó a fesztiválhoz, hogy így fogalmazzak, boros élményt nyújt a látogatók számára, én azt gondolom. A borok mellé további gasztronómiai élményeket is kínál a fesztivál. Július 11-12-én a Bátori Lakomára invitáljuk a vendégeket. Ezt hagyományosan most már évek óta a Tinódi vendéglő prezentálásában, tehát náluk lehet jelentkezni erre a lakomára. Én azt gondolom, hogy az idei is nagyon
szuper lesz, hiszen nagyon érdekes programokkal színesítjük a megszokott színvonalat. Majd aztán ezt követően, ugye a fesztivál második napján, szombaton a Nádasdi Ételmustra az, amiben tulajdonképpen kicsúcsosodik ez a gasztronómiai élmény a fesztiválon. Az idei évben itt a gomba az a tematika, tehát gombás ételeket kell készíteni, és folyamatosan várjuk egészen július 14-éig a nevezéseket. A fesztivál idején a már megszokott produkciók mellett idén újak is felkerültek a palettára. A fő műsor elemek között talán a zenei programokat tudom kiemelni, ami igazából pénteken a Paja Bea nagy koncertjét említetném, aztán szombaton a Péter Fibori és a Love Band, az tényleg egy meghatározó, előttük a Sugárlóf, majd a Borbazár mellett felépítünk egy kis színpadot, és itt folyamatos zenei produkciók lesznek, de a fő attrakciók között említeném is nyilván a hagyományozó programokat, hiszen ugye ez a legfőbb attrakciója a fesztiválnak, tehát folyamatosan bemutatóznak a csapatok, lesz élősakk is, magyar-lengyel összecsapás, érdekes lesz, és ami még egy különlegesség, ez a Váralja projektünk, amit mi is nagy gőzerőkkel készülünk rá, hiszen jelenleg még építés alatt áll. Ez tulajdonképpen egy középkori falu részletet akarunk megjeleníteni, és vissza akarunk itt tényleg utazni az időbe. A történelmi fesztivál idei időutazásának a fénypontja a városromok és a nagy felvonulás lesz. Emellett számos kísérő program is színesíti majd július 15 és 17 között zajló Nádasdi Históriás Napokat. Kedves nézőink, műsorunkat a továbbiakban is programajánlóval folytatjuk. Kárs Manfréd festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás július 10-én 11 órakor a Galéria Árszisz kiállítótermében. A tárlatot Dabóci Dénes művészettörténész nyitja meg. A Nádasdi Történelmi Fesztivál felvezető programjaként július 14-én 20 óra 30 perckor mutatja be a Sziget Színháza Dózsa a Népfia című előadását a Nádasdi Vár udvarán. Az előadás első napja július 18-a. A Renault legfrissebb európai normáinak megfelelően teljesen átalakult a szombathelyi Renault márka kereskedés. Európában az elsők között alakítottak ki egy olyan autószalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját, modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. A szervizbe érkező ügyfelek is kulturált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Hatalmas akció az autó Baumgartner Kft-nél. Az idei évben jelent meg a Renault új zászlós hajója, a Renault Talizmán, mely a korábbi sikermodellt, a Lagunát váltja fel. Az autó elérhető négyajtós és kombi változatban is, melyet most céges partnereink jelentős flotta kedvezménnyel vásárolhatnak meg. A Renault egyik legkedveltebb modellje a Renault Megane is teljes megújuláson esett át. Nem csak a külső és belső forma világújult meg, hanem a felsőbb kategóriából ismert biztonsági, kényelmi és vezetéstámogató rendszereket is megkapta. A megújult modelleket megtekintheti és kipróbálhatja autószalonunkban, Szombathelyen a Csaba utca 7 szám alatt. A Nádasdy Ferenc Múzeum immár negyedik éve az országban egyedülálló módon meghosszabbítja a nyár két legforróbb hónapjában nyitvatartását. Így júliusban és augusztusban 9-től 21 óráig várják a látogatókat. A Nádasdy Ferenc Múzeum egyedülálló kiállításokkal várja látogatóit. Magyarország egyetlen huszár kiállítása, a Bajor királyi dinasztia kincsei, a torony falépcsői, a gyönyörű díszterem és a festett szalonok minden korosztálynak adnak látnivalót. Idén nyáron ismét hosszabb nyitvatartással várnak mindenkit a múzeumba. Immáron negyedik éve tartunk nyitva 9 órától este 9 óráig, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen fél napot várjuk a vendégeket. Erre azért van szükség, mert Sárvár egy turisztikailag frekventált hely, és azért ne felejtsük el, mint mindannyian legjobban
nappal a medence partján szeretnénk ülni, és utána bizony azért megkeressük a városnak a látnivalóit, és hogyha azok nyitva vannak, akkor oda be is térünk, és ezt már negyedik éve gyakoroljuk is. Ez azt jelenti egyébként, hogy a júliusi és az augusztusi vendégszámnak körülbelül a 20%-a ebben a plusz 4 órában jelenik meg, tehát ez egy jó kezdeményezés volt, és ezért tartjuk is magunkat ehhez. Természetesen amit ajánlunk, az a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum hűs termei és a benne található kiállítások. Ezek között talán azt kell leginkább kiemelnem, hogy a Huszár kiállítás immár nagyjából tavaly nyár óta látható, egy olyan Huszár kiállítás, amelyet máshol nem láthat az ide érkező turista, illetőleg a sárvári polgár sem, azért ezt tegyük hozzá. Egy olyan kiállításról van szó, amely nemzetközi szinten is jegyezve van. Ne felejtsük el, hogy egy másik Huszár kiállítás, hogy ilyet megnézzünk, ahhoz el kell menni Franciaországba, és azért ez egy elég nagy költséget jelent. A múzeum a Nádasdy várban megrendezésre kerülő fesztiválok ideje alatt is nyitva lesz, csak a hétfői napokon tart zárva. Tehát így nyitva leszünk a Nádasdy fesztiválon, a folklor fesztiválon, a motoros fesztiválon. Nyitva vagyunk mindazokon az estén is, amikor itt színházi előadásokra, illetőleg egyéb programokra kerül sor, akár sörös, akár boros, akár mondjuk majd az ősszel egy ilyen szüreti fesztivál. A lényeg az, hogy a múzeum az mindig elérhető, tehát a jegyszedések, az esetleges fesztiválokra az mindig a múzeum beratán túl történik. Erre azért szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a múzeumba külön belépőt kell vásárolni, de azt mondom, ezt megéri. A sárváriaknak annyit hadd mondjak el, hogy a Sárvár kártyával 20% kedvezménnyel jöhetnek be és megnézhetik a kiállításainkat. A múzeum nyári programjai közül már sokan várják az augusztus 19-én este 8 órakor kezdődő Lidércfényt, amely idén 11. alkalommal kerül megrendezésre. Az idén, hogy a kiemelt téma az egy kicsit furcsa lesz, mert két program fog egyesülni. 1971-ben forgatták a Kazamaták titka című filmet, és ez egy ötös évforduló, hiszen 44 évvel ezelőtt készült ez a filmfelvétel, és a másik apropó pedig, hogy 10 év után újra lesz a Sárvári Folklor napokon török zenekar, illetve Törökországból érkező folklor tánccsoport, és ezért a szervezőkkel egyeztetve ezen a napon itt a Sárvári Múzeumban fognak fellépni. Tehát a Kazamaták titka című filmet fogjuk majd a török tánccsoporttal egyesíteni. Nagy nehézség nincsen, hiszen azért ne felejtsük, hogy ezek a kazamaták azért épültek, mert annó ugye törökök szállingóztak erre a vidékre, és attól féltek, hogy esetleg a sárvári várat is elfoglalják. Takács Zoltán Bálint azt is elmondta, hogy tavaly elindult felújítási munkák folytatódnak, a Huszár kiállítás után most a Sárvár történeti kiállítást újítják fel. Ennek nyitását szeptemberre tervezik, és a város elmúlt néhány száz évét most személyeken keresztül próbálják bemutatni a város története iránt érdeklődőknek. A Termotel Kft. A Skoda és a Volkswagen márka szervíze Celldömölkön a Nemesdömölki utca 15-ös szám alatt. Szolgáltatásaink minőségét mutatja, hogy ügyfeleink közül sokan nem csupán egyszer látogatnak meg minket, hanem rendszeresen visszatérnek. Bár márka szervíz vagyunk, számos ügyfelünk más márkájú autója javítását is ránk bízza, hiszen szakembergárdánk és műszerezettségünk készen áll a fogadásukra. A Termotel Kft. 14 szakemberből álló csapata gyorsan és pontosan dolgozik. Számunkra a legfontosabb, hogy ügyfeleink elégedetten egy kiváló állapotú négykerekűvel távozzanak. Karosszéria javítás, autófényezés, műszaki vizsgára való felkészítés, eredetvizsgálat, autókozmetika? Forduljon hozzánk bízalommal! Foglalkozunk még használt személygépkocsik értékesítésével, teljes körű hitelügyintézéssel, illetve bérbeadással is. Nagyobb csoportoknak ajánljuk 51 személyes Setra buszunkat, valamint 44 személyes Setránkat. Bérelhető még 19 személyes Irekunk is. Szolgáltatásainkat a Megyekártya programnak köszönhetően 5% kedvezménnyel vehetik igénybe a kártya tulajdonosok.
A kedvezmény vonatkozik a munkadíj, az alkatrészek, sőt még a tartozékok árára is. Tisztességes munkavégzés és megbízhatóság. Mindezt megtalálja a Termotel Kft. Márka szervízében. Keressen minket Celldömölkön, a Nemesdömölki utca 15 szám alatt. Kedves nézőink, mai műsorunkat is helyi vonatkozású sporthírekkel zárjuk. Sárváron is áthaladt a Tour de Hongrie kerékpáros verseny több mint 100 fős mezőnye. A fürdő előtti útszakaszon került sor a verseny első gyorsasági részhajrájára. Az idén 90 éves magyar körverseny Fertődről rajtolt és 60 kilométer után délután 15 órakor ért Sárvárra, ahol a kijelölt részhajrá látványos küzdelmében 50-60 km órás sebességgel robogtak át a bringások a városon. A kerékpárosok nem csak érintették a várost, hanem pont, pénz és másodperc jutalom is járt annak, aki az itteni etapon a legjobban teljesítette. A 6 napig tartó 760 kilométeres útvonalon 120 versenyző indult a meghívásos versenyben, köztük magyarok és külföldiek egyaránt. Sárvár bekapcsolását a Tour de Hongrie vérkeringésébe a Sárvári Kerékpáregylet érte el. Kutatásaik szerint 1933-ban éppen ezen alapon haladt át a futam a város főutcáján. A Tour de Hongrie első gyorsasági részhajráját Sárváron a német Benjamin Stauder nyerte a tavalyi magyar bajnok Molnár István előtt. A befutó után került sor Sárvár külön díjának az átadására. Egy korábbi sérülés miatt a sprint nagyon nehéznek bizonyult, mert a bal oldalamat nem tudom teljesen megterhelni. A magyar versenyre másodikként kvalifikáltam, de egy múlt heti afrikai bukás miatt nem vagyok 100%-os. Azért örülök, hogy sikerült a részhajrá. Sárvár nevét megjegyeztem, de sajnos nem sokat láttam belőle, mert a verseny közben én csak az előttem lévőt látom, mintha egy alagútban hajtanék. Ehhez az kell, hogy a szervezők és a segítők mindig magas színvonalon dolgozzanak. A magyar körversenyen minden feltétel adott. A versenynek Varga Péter személyében Sárvár indulója is volt. A tavalyi Kritérium országos bajnokság első helyezettje számára különleges alkalomnak bizonyult a pár kilométeres hazai pálya. Nagyon jó élmény volt, érzés volt a hazai pályán versenyezni, mikor már a megyetáblát átléptem, már az hatalmas erőt adott, és akkor, mikor Sárvárra beértem, akkor egyszerűen nem tudtam nem a mezőny elejére menni, és így is megköszönve a városnak a sok támogatást, hogy itt biciklizhetek, és egy ilyen nagyszerű versenyt átoztak a városon. Ez nekem is nagy dolog volt, a városnak is nagy dolog volt, mindenképpen nagyon, nagyon örülök neki. Az erős mezőnyi versenyben fontos a fárasztó szakaszok után is a jó kedély. A mezőnyben a hangulat az mindenképpen nagyon jó, hiszen nem idegen országba kell versenyezni, hanem hazai terepen versenyezhetünk. Magamat, megmondom őszintén, nem csúcsformában érkeztem a versenyre. Nagyon bízom benne, hogy napról napra jobb formával leszek, egy-két meghatározó szökésben ott tudok lenni, és meg tudom magam mutatni a élő egyenes adásban is. Következő szezonokban szeretnék még egy szinten feljebb lépni, azaz klubcsapatból kontinentális csapatba, ahol igazából a versenyzőnek nem kell úgymond a megélhetéssel foglalkozni, hanem csak azzal foglalkozik, amit szeret, tehát a kerékpározással. Sárvár számára a sport is hordoz a reklámértéket, elért sikereink propagálására, és az sem kis teljesítmény, hogy a Tour de Hongrie a várost érintette. Kerékpáros versenyek voltak régóta a világban, Magyarországon is értelemszerűen. Nekünk most sikerült ez. Nyilván nem mögött van egy kis lobby munka, köszönhetően jó néhány olyan segítő embernek, aki hát sokat megtett azért, hogy a keresztül menjen ez a verseny a városon, mert amúgy egyébként ez egy nagyon jó reklám, vagy hát jó marketing, így is mondhatnám. Ráadásul ingyen van, még azt is el lehetne mondani, de hát azért fontos, hogy országos televíziók ugye végig mennek a városon, és kameraképeket mutatják, és hát abban a digitális térben, digitális médiában is ezzel bele tudtunk kerülni. Persze az külön öröm, hogy sárvári versenyző is van, és hát emellett ugye átadtuk a sárvári külön díjat itt a keszthelyi
szakasznak a végén, tehát ez megint csak azt erősíti, hogy bizony Sárvár a sportos jellegéből adódóan is ott van már ezeken az alkalmakon. Szerintem ezt érdemes egyébként folytatni, mert fontos a városnak, természetesen fontos a sárvári polgárainak, akik versenyeznek, nyilván a családoknak is, tehát ez egy mindenképp egy jó irány lehet, és egy most ezen a mai nyári alkalmon talán a nyár egyik legszebb eseményévé vált. A verseny és a szabadidős kerékpározás sárvári népszerűsítésében a nemrég újjáalakult városi kerékpelegylet viszik továbbra is a prímet. A 2 éve autóbalesetben elhunyt fiatal sárvári kosárlabdázó Sütő Gergely emlékére rendeztek tornát a gimnázium tornacsarnokában. Az ország különböző helyeiről érkezett csapatok majd mindegyikében játszott egykor a sárvári sportember. Július 2-án került megrendezésre a Tinódi Gimnázium tornacsarnokában a 2 éve elhunyt sárvári születési kosaras Sütő Gergely emléktornája. A sárvári amatőr kosaras klub által szervezett tornán a résztvevő 6 csapat mindegyike Sütő Gergőhöz tanulóként, játékosként és edzőként köthető településekről érkezett. A csapatok reggel koszorút helyeztek el a temetőben Geri sírjánál, majd a torna előtt a csarnokban Haraszti Zsolt emlékezett az életvidám sportolóra. Sütő Gergely 2004-ben végzett a sárvári Tinódi Sebestyén gimnáziumban, majd 2010-ben az Eszterházy Károly Főiskola testnevelési és földrajzkommunikáció tanári szakán Egerben. Gyermekkora óta kosárlabdázott, kiemelkedő pályafutását a sárvári KC NB1B-ben kezdte, majd 2004-től a Vitai Eger Fekete Sasok NB1-es junior csapatának kiváló játékosa volt. 2007-ben az Egri Főiskola csapatának meghatározó játékosa lett, majd 2010-ben Szolnokra költözött és aktív játékosa a Szolnoki Baglyok csapatának. A 2013-14-es szezont a Békés Csabai Kosárlabda Klubnál kezdte játékosként. Egy tragikus közlekedési balesetben vétlen félként vesztette életét. 28 évesen pontozta ki a mennyei bíró. A család nevében Sütő Károly köszönte meg a fia emlékének őrzéséért tett kosaras összefogást. A szervezők azt kérték, hogy a kezdőmérkőzés első kosara után egy perces némasággal emlékezzenek Sütő Gergőre. A megszakított összecsapás alatt lehetett hallani a csarnokra telepedő csendet. A 2 évvel ezelőtt történt baleset a Geri barátunk, és ott a temetőben, a tóron megfogadtuk igazából itt a barátokkal, kollégákkal, hogy minden évben szervezünk egy emléktornát a Gerinek az emlékére. És sajnos tavaly nem jött össze, mert későn kezdtük el a szervezést, de idén hál' Isten már tudtuk kezdeni, mikor márciusban, és lefixáltuk az időpontot, igazából 6 csapatot tudunk összeszervezni. Jött egy Mezőberény Békés Csaba vegyes csapat, mert Geri a utolsó éveit ott töltötte azon a környéken. Akkor jött egy csapat Egerből, mi úgy odajárt főiskolára a Geri, és Egeri barátok, szobatársak, csapattársak jöttek el, és illetve egy nagykörösi csapat jött még pluszba, ők pedig ott szokott játszani Gerien, másik licenszer engedélye a nagykörösi csapatba, ők is eljöttek a Geri emlékére, plusz ugye a sárvári amatőr kosárlabda klubja a SAK, illetve Szombathelyről még 2 csapat a kosáres és a többiek néven, illetve a pókok eljöttek, és így van meg a 6 csapat. 215 perc lesz a játékidő, a 6 csapatot felosztottam 2-3 fős csoportra, csoporton belül játszik mindenki mindenkivel, utána pedig a helyosztók, ugye a harmadik a harmadikkal, a másodikkal lesz a bronzmérkőzés, és a csoport elsők játsszák a döntőt, ott pedig 4x8 perc rendes játékidővel szerveztünk játékvezetőket is, úgyhogy próbálunk egy minél színvonalasabb tornát összehozni így a Geri emlékére. A mérkőzések után 6. helyen végzett a Pókok Szombathely csapata, 5. helyen a sárvári SAK, a bronzmérkőzésen a nagykörös maradt alul a Mezőberény Békés Csaba vegyes csapattal szemben, a döntőt pedig a kosár első és a többiek csapata játszotta az Egri Sasokkal, ahol a szombathelyi csapat vihette haza a vándorserleget.
Fussunk a hídon át az egészséges jövőnkért, ezzel a szlogennel hívta az egészséges életmódot népszerűsítő programjára az érdeklődőket a Híd a Jövőnkért Egyesület. Július 2-án reggel a Csónakázótó partján indult a közös futás. A Híd a Jövőnkért Egyesület egészséges életmódot népszerűsítő programján megjelenteket Németh Zsolt elnök köszöntötte, majd Bicsák Attila az Egyesület sportért és egészség megőrzéséért felelős koordinátora foglalta össze a rendezvény lényegét. Hát a mai szűk egy órás programnak az üzenet az egészséges életmódra nevelés, a sportos hétköznapok, hogy oldjuk a feszültséget, a stressz kiűzzük a mindennapunk, ugye nagyon sok súlyos betegségnek ez a velejárója, úgyhogy ne egy elhízott gyerekek országa legyünk, hanem fiatalok, mozogjunk és próbáljuk meg egészségesen eltölteni a hétköznapunk mellett a szabadidőnket is. Itt ebben a szép környezetben Sárváron a Csónakázótó környékén fogunk tenni három kört, egy kör 1500 méter, mindenki a saját maga tempójában. Mindenki biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni a párját, legyen az fiatal, vagy éppen a még fiatalabb korosztályról legyen szó. A futás előtt elmaradhatatlan a bemelegítés, amelyet ezúttal Németh Eszter szervező vezényelt a résztvevőknek. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek, és hogy ennyien futhatunk együtt ezen a júliusi reggelen, illetve annak még jobban örülök, hogy nem csupán a fiatalok, illetve kisgyermekes szülők jöttek el, hanem az idősebb generáció is megjelent ma, és képviseltette magát. Nagyon jó ennyi embert itt együtt látni, hiszen a sport, a mozgás, az korosztálytól független, és nem csupán a fiataloknak szól. Azonban azt tudni kell, hogy a testünk képességeihez mérten kell megválasztanunk a futásnak, a mozgásnak az intenzitását, illetve a bemelegítés és a nyújtás az elhanyagolhatatlan mozgás előtt. Én ma ebbe vállaltam szerepet, és egy 10-15 perces zenés átmozgatással készültem, melynek segítségével a baleset veszély megelőzhető, lecsökkenthető nagy mértékben, illetve a testünket felkészítettük arra, hogy elkezdjünk futni. Hiszen az egészséges életmód mozgás nélkül mit sem ér, ez egy nagyon fontos része. A testünk arra lett kitalálva, hogy állandóan mozogjunk, és hogyha nincsen meg a megfelelő mennyiségű mozgás, akkor az izomzat, a test leépül. Ezért nagyon fontos az, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező mozgást, legyen szó futásról, gyaloglásról, biciklizésről, táncról. Számos változat van, ami közül tudunk választani. És a mozgás nem csupán az egészség megőrzéséről szól, hanem a testi-lelki egyensúlyunkat is képesek vagyunk ezzel fenntartani, az egészséges testsúlynak az elérésében, illetve megtartásában is fontos szerepe van, teljesítményünket, erőnlétünket tudjuk vele fokozni. Sárváron nagyon népszerűek a futóversenyek, az egyéb egészséges életmódot népszerűsítő programok. A július 2-ai Csónakázó tó körüli futást egyetemista fiatalok kezdeményezték. Mi minden olyan rendezvényt szeretnénk támogatni, ami tulajdonképpen alulról jövő kezdeményezés és a civileket támogatja. Igazán hangsúlyosnak ítéljük meg a prevenciót, és szeretnénk azt, hogy az egészségért mindenki saját maga tegyen, és mindenki a lehető legjobban a mozgáskultúráját saját maga tudja fejleszteni. Hát ezért támogatjuk mi is magunk ezt a rendezvényt. Németh Zsolt elnök elmondta még, hogy a Fussunk a Hídon át az egészséges jövőnkért elnevezési közös futás csak az első programja volt a Híd Egyesület egészséges életmódot népszerűsítő rendezvényeinek. Kedves nézőink, a Sárvári Televízió július 9-i magazin műsorát látták. Új pénteki mozaikkal július 15-én jelentkezünk, amelyben a Sárvári Sörexpresszről és a 17. Fúvózenei Várfesztiválról készített összefoglalónkat láthatják. Új hírek 7-korral pedig július 16-án szombaton jelentkezünk majd. Műsorainkat megnézhetik weboldalunkon a www.sarvartv.hu-n, kövessenek bennünket a Facebookon is, a viszontlátásra!